Hát nagyjából mind a három igaz, csak az életem különböző szakaszaiból. Tehát itt volt már minden. Én nekem van egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy bárkit leeszem a 3 méteres környezetemben. Tehát valamiért én az asztalnál egy ilyen nehezen kezelhető ember vagyok. A családomat tüsszentettem le egyszer Cérnametélt el, de úgy, hogy ugye asztalfőn ültem jobbra-balra az egész família. Tüsszentettem egyet egy édesanyám levese, kanalaztam egyet a Cérnametélt el, tüsszentettem, és nem tudom, filmben kapott egy kimerevített kép volt, így álltak így a kanál, és mindenkinek így lógott a Cérnametélt. Nagyon kellemetlen pillanat volt, de ők már ezt megszokták nálam, úgyhogy nyilván nagy röhögésbe torkolott a dolog. A pizza pedig úgy történt, hogy én udvaroltam egy török lánynak még gimnáziumban, és a török lány, ez konzervatív nevelést kapott egyébként, hasonló szerintem a tiétekhez. Azt mondta, hogy konzervatív lány volt, de nagyon szép. És mondtam, hogy menjünk el egy pizzázóba. Ott meg nem tudom, emlékeztek-e még rá, de az ilyen 80-as években, a 90-es évek elején olyan kések voltak a pizzázóban, mint a bot, hogy nem vágtak semmit. És én beszúrtam a villát, elkezdtem nyiszatolni a késsel, de baromira nem sikerült, és akkor az ember mit csinál? Húzza így a villát. Húzod és nyiszatolod. És hát itt, ahol az Andy ül, ott ült egy baráti társaság, ilyen üzletemberek, zakóval, komoly megbeszélés, mert hogy elegáns helyre vittem, ott nagy tárgyalásban voltak, én meg, hogy nyiszatolom azt a pizzát közben, dobom a hullámot verbálisan, és egyszer csak egy ilyen csinált egy ilyet, mert hogy elszakadt a pizza, és egy oldalt néztem, és ez a pizza szelet, amit vágtam, az itt a háttal ülő fiatal embernek így felragadt a háttal, és így szép lassan így csorgott le egy zakóján így. Hát és ezt megint csak így végignéztük, és soha többet nem állt velem szóba.